Na csülcsül szavaztok, srácok, elérkeztünk egy újabb remek naphoz. Lássuk, hogy a mai nap mit tartogat a számunkra. Elsősorban lesz egy felvételiztetésünk, 4 órára jön az illető, 15.45 van, úgyhogy még időbe vagyunk, illetve 6 órakor, ha minden igaz, akkor lesz egy pénzszállításunk az OMS-nek. Ezek fixen lesznek, hogy emellett még mibe fogunk belecsöppenni, hát azt senki nem tudja, úgyhogy ugorjunk neki ennek a mai napnak, kíváncsi vagyok, mit tartogat számunkra. Jó napot, jó napot! Maga itt dolgozik? Igen. És maga ilyen kurva nagy fejes itt ebbe az épületbe? Hát, mondhatjuk, mi járatban az úr. Hát, elhagytam a motoromat. Igen. És ezzel csak egy probléma van, hogy tudom az én nevemet és a motor nevét, a rendszámát nem. Ezt elő lehetne keríteni, hogy milyen rendszámmal rendelkezik az a motor? Csű, hát megnézhetjük az adatbázist, egy jó, fél jó. Pillanatot kérek. Jó. Szép jó napot, Péter! Mindjárt vissza, várj, ezt megnézzük. Péter. Tiszteltem kollégák, Boszkó Brian felvette a szolgálatot. Na, azt mondja, mellén kell, bilincs-bilincs kulcs kell, illetve kaja, azzal még úgy, ahogy meg vagyunk. Big Mac. Hát abból egy kettőt elviszünk. Ó, oh, és itt vagy, az ajtó. Szia, Boszkó! Hello, hello! Lenne pár dolog, amiről kéne beszélni. Oké, okay, egy pillanat. Rendben van. Red Bull. Powerade. Te beszélsz én kapokom. Te mondod a te hangod miért. Na, hello, mi a helyzet? Na. Hát volt most egy kisebb lövöldözésünk. Azt a mindenit. Na, mi történt? Hát igazából a kékek megint raboltak. Most szerencsére négyen, nem hárman voltak. És kimentünk Péterrel, Donival és Shane. Elkezdtük üldözni őket, bementek az utcájukba, és akkor elkezdtünk lövöldözni. Kiszedtünk 4-et, 3-at, kb. Én 2-t. Volt az 4-5. 4-5 akkor, igen. Aha. De sajnos Donit eltalálták, be kellett szállítani a kórházba. Ó, oh, de jól vagy? Jól vagyok, igen, felfogtak, hogy jó álló, hála Istennek. Akkor jó. Igen. Meg még most meg kéne élni majd a, hogy hívják ott. A vallomás. Jó van, mert kint meg van egy új ember, aki a motorját keresi, vagy nem tudom mivel pontosan a tent. Igen, ezt mondta nekünk, és csak ugye, hogyha nem tud rendszámot, így nem tudunk utána járni igazából. Aha, jó, és akkor ezt megmondom neki, vagy mondtátok neki? Uh-huh. És itt van pont még, vagy elment? Neki. Itt van még mindig kint. Akkor mindjárt mondom neki én is, hogy hát, sorry. Oksa. Jó napot! Jó napot! Na hát olyan problémánk van, hogy rendszám nélkül esélytelen megtalálni a gépjárművet. Bassza meg. Hát ezt így is mondhatjuk, de ja. Hát ez nagy hiba, tudja. Hát ez elég nagy, mert hát igazából ugye lehet ebből a típusból 40 a városba. Aha. A rendszám az nagyon-nagyon fontos lenne. Értem, de hát ez a gondom, hogy nem tudom, hogy a rendszámot. Hát az tényleg nagy baj. Forgalmi? Ezért nem iratott hozzá? Hát nem, mert nem volt sose szerelő, mikor megvettem. Ja, értem. Aztán most meg már egy hete nem találom a motoromat. Egy hete? Hát, jaj, végigjártam ezt szépen lassan az összes garást, a közös garást az ismerőseimmel is. Csak az az egy gond, tudja, hogy berakták az ismerősök is a garázsba ugyanolyan motort,
mármint hogy név alapján, és ja, hát nem tudom fejből a rendszámot. Ó, oh, basszus. Ez a problémám, és gondoltam maguk ilyen nagy rendőrök, meg minden ilyenek, hát ha itt, ja. Hát igen, nagyok. Tudnának segíteni. Nagyok vagyunk, meg minden ilyen, de rendszám nélkül sem nem tudok mit tenni az ügy érdekében. Sajnos. Az komoly. Hát jó van, akkor további szép napot. Hát önnek. Írjak még egy feljelentést? Olyan sok van. Mi? Hát mondja, hogy írjon még egy feljelentést. Elindulunk járőrözni egy jelöletlen Krom Viktoriával, de előtte 10-18 és 10-17 vége. Na mindegy, akkor talán szépen napot, viszlát. Viszlát. Na, az úriember most ment el. Pénzszállítás az hogy lesz lezavarva, hogyha kérdezhetem vége? 6 órakor, ugye? Így van. Meglátjuk, hogy hány kolléga veszi fel még a szolgálatot, és akkor ennek függvényében lesz egy vezérautó, lesz a pénzszállító, és lesz egy hátvédautó. Ha leszünk annyian, akkor lesz még mellette egy felderítő. Márka. Még egyszer? Márka nem lesz. A létszám miatt szerintem nem. Viszont azt mondja, hogy 15.59, szerintem a kékladás lesz az állásinterjús, aha. Állásinterjú, beszélek hülyeséget, aki jön szóbelizni. Tiszteletem, mi járatban az úr? Szép napot, szóbelizni jöttem. Á, üdvözlöm, Boszkó Brian vagyok, vezérezetes, tiszteletem. Tiszteletem, Kerekes Roland. Kerekes Roland, jöjjön velem. A kanapén nyugodtan foglaljon helyet. Rendben. Én meg itt az íróasztalból, hát illetve a fiókból előveszem a kis tabletet, és akkor ránézek a lapjára, amit írt. Látom, hogy azt pipálta be, hogy már volt rendőr. Így van, így van. Hát nem volt egy hosszú távú dolog, de voltam igenis az alap dolgokat, tudnivalókat, azokat elsajátítottam. Hát igazoltatás, túsztárgyalás, ilyesmi, kihallgatni nem volt szerencsém, és lényegében időhiány miatt sajnos abba kellett hagynom azt a akkori munkát. Jó, értem. Felajánlok önnek egy próbaidős állást. A próbaidő ez arra szól, vagy arról szól, hogy ez idő alatt el tudja dönteni ön is, hogy kíván-e a csapat tagja lenni továbbá, vagy el szeretne menni. Ugye próbaidő alatt, hát különösebb indoklás nélkül jelzi nekem, hogy leszeretné adni a jelvényét, és akkor abban a pillanatban önt el is engedjük, viszont a próbaidőszak után a tudásához mérten fog kapni egy szerződésmódosítást, amiben az adott új rangja szerepel. Nem tudom, hogy ön szerint ez járható út-e, vagy van ebben bármi kérdése? Ez így teljes mértékben elfogadható, hát ennek ez a menete. Szuper. Jó, akkor nagyon jó. Kikészítek önnek akkor ide egy szerződést. Rendben van. Kikészítettem mellé még egy tollat is, hogyha mindent rendben talál, akkor kérem írja alá. Rendben, köszönöm. Körbemutatom itt az épületet. Rendben. Az öltözőben a szolgálati ruhája mellett fog kapni mellé kulcsot, oda mellé lesz akasztva.
A kulcsa igazából annyi a lényeg, hogy általában ugye ketten vagy többen mozgunk, aki az utolsó a sorban, ő zár. Uh-huh. És gondolom minden ajtót mindig. Így van, pontosan. Itt válaszol magának egy szimpatikus szekrényt, és kint addig várakozom. Láthatósági mellény szükségeltetik? Nem. Értem, rendben. És a napszemüveg? Maradhat. Maradhat, rendben, köszönöm. Én köszönöm. Mennyire van a tegeződés, magázódás mellett? Melyiket szereti jobban? Hát a tegeződés az egy közvetlen dolog. Hála az égnek, mert az nekem jobban tetszene. Akkor... üdv. Akkor szia. Köszöntelek az ORFK csapatánál. Egy érdekes szituációba csöppentél, mert jelenleg a kékekkel vagyunk, hát hogy is fogalmazzam, bajban. Hát, ők nagyon-nagyon rángatják annak az oroszlánnak azt a bizonyos bajszát. Értem. Ja, sajnos, de nem reménytelen. Itt találod bent a tárolót. Látod, tele vagyunk polcokkal, dobozokkal. Az igen, van itt minden. Így van. Egy mellény nyugodtan vegyél ki magadhoz, fő a biztonság. Egy bilincs kulcs. Telefonod, rágyód van? A rádióm nincs. Akkor egy rágyót is vegyél magadhoz, kérlek szépen. Illetve majd legalul, a legalsó polcon ott a tárolónál fogsz találni egy pár üdítőt, ilyenre gondolok, hogy Eperszörp, Bodzaszörp, Big Mac, Kóla. Szuper, akkor vegyél magadhoz élelmet, legyen nálad rendesen ételital. Hát mondjuk nem tudom, négyet magadhoz veszel mindenből. A pizzáról azt tudni kell, hogy ha nagyon éhes vagy, akkor ez nagyon laktat. Á, értem, akkor ebből mondjuk egy-kettő is elég, vagy nem tudom. Szerintem igen, én is kettőt csomagoltam el így magamnak. Igen, mert azt észrevettem, hogy ezek a bolti szendvicsek mostanában nem annyira laktatóak, vagy nem tudom, kispórolják a szalámit. Hát lehetséges. Illetve fegyvereknél gumiból csokoló zseblámpa legyen nálad. Jó. Egyelőre szerintem az elég. Hát a biztonság kedvéért majd a mellényt azt vedd is fel, légy szíves. Nem durva, de szeretem, hogyha az embereknek megvan a megfelelő védelme. Rendben van, hát akkor ezt fel is kapom. Nagyon jó. Itt van az én irodám, illetve kollégám Alfonsz Péter, mind a ketten vezérezések vagyunk, és hogyha bármi problémád van, akkor itt meg tudjuk beszélni. Egy szinten felettünk van egy étkező, hát nem nagyon szoktuk használatba menni, mert vagy útközbe kajálunk, vagy valahol megállunk. Uh-huh. Itt a bal oldalamon található a mosdó, hogyha bármi van, akkor errefelé. Itt szemben van egy ilyen laboratórium-szerűség, illetve itt tudjuk ellátni egymást, hogyha valami olyan sérülésünk van, hogy mit tudom én, karcolt a golyó, de nem kell hozzá mentő, akkor ide feljövünk, és akkor ellátjuk egymás sérüléseit, mert egy ilyen alap orvosi ellátást azt így tanultunk, úgyhogy az menni fog. Oh. Értem. És ez nem is egy zárható ajtó. Nem, hát ide már, ha valaki felmerészkedik, az elég bátor. Illetve itt lesznek majd a kisebb-nagyobb megbeszélések ilyen csapatszinten. Aha. Hú, ez elég menő. Jól néz ki. Kollégák, a Ford Fiesta STS ki? A tiszteletem, ami a garázsban tartózkodik, gépjárművek, ott vannak a lefoglaltak is között, ezeket majd Alfonsz Péter vezérezredes intézi árverése vége. Ó, rendben van, köszönöm szépen. Rágyózás alapját azt tudod, hogy működik? Igen, és majd akarok kérdezni valamit, csak jelenleg ez a rádió, ez nekem más, mint amit... Wow. Igen, az úgy van, hogy ahogy használod és a kezedben van, akkor a... Ja, sikerült? Igen, sikerült. Itt a felső kis pöcköt eltekertem rajta. Így van. És elméleti szinten
működik. Szuper. A rádió amúgy bal oldalán, ott van egy hangerő, azzal tudod majd állítani a hangerőt, és ott le is tudod némítani a rádiót, hogyha arról van szó. Ó, értem. Rendben, hát akkor ez gondolom beköszönés lesz majd. Így van. Kiköszönés. Annyit akartam kérdezni, hogy tehát, hogy ilyen számkódokat mennyire használunk, mert meg hogy milyeneket egyáltalán, hogyha igen, hogyha nem, akkor mi van helyette? A négy alap rádiókódot használunk. Ez a 10-4, 10-3, 10-17, 10-18. Uh-huh. 10-4 az értettem. 10-3 rádiócsend. Szerelő, igen, 10-3 rádiócsend. 10-17 meg a tankolás. Tankolás, jó. Oké. 11-95 nincs. 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 Ezt a négyet használjuk, mert ez szerintünk ilyen alap dolog, és akkor ha majd lesz rá igény, akkor még ezt bővítjük. Rendben van. Hát amúgy ezek jól lettek ide rakva. Nem tudom, hogy ez, hogy összetörtük bizony. Hát igen. Na itt a falon pedig látod a gépjárveknek a kulcsait. Na most ez úgy néz ki, hogy neked próbaidőszak alatt Skodát lehet használni. Uh-huh. Illetve hát talán még az Audit, de inkább maradj a Skodánál, mert az Audi az még beállításra szorul. Picit nem úgy akar közlekedni, ahogy te azt szeretnéd. Viszont a Skoda az nagyon-nagyon-nagyon jó. Ha egyedül vagy szolgálatba, előfordulhat, hogy van ilyen, a kockapark környékén járőrözhetsz. Annál tovább nem nagyon mehetsz, mert egyedül vagy, nem tudod magadat úgy megvédeni, illetve hogyha segítség kell, vezetőülésből nem tudsz rágyózni. Ezért is van az, hogy csak két kolléga mehet el egy járművel, mert az anyós ülésen ülő fog mindig rágyózni. A sofőr az nem. Van olyan jármű, amelyikben ez a lehetőség még nincs beépítve, de az a jármű az még én sem nagyon használtam, nem is nagyon fogjuk szerintem. Van 6x6-unk, illetve van egy McLarenünk. A 6x6-at az csak akkor használhatjuk, hogyha vezetői utasítást adunk, illetve ha bankbolt rablásnál olyan járműveket látunk, amik képesek hegyet mászni, akkor vissza lehet jönni egy 6x6-ér, hogyha mi azt szeretnénk. McLarennel ugyanez, hogyha olyan autókat látunk a bankboltnál, amit nem nagyon fogunk utolérni a Skodával vagy az Audival, akkor a McLarent ki lehet vinni, mint elkapó autó. Értem. Amint megvan a motoros jogosítványod, a motort is használhatod, de azt is úgy ugye, hogyha ketten vagytok szoliba, és akkor két motorral el tudtok akkor menni járőrözni. Közben egy közúti igazoltatást tartunk a Kocka Parknál. 14. Ez már én is hallottam. Szuper. Igen, a rádiót azt ugye nem beszélgetésre használjuk, hanem csak fontos információk közlésére. De hát mivel tapasztalt vagy, ezt nem kell szerintem elmondani. Persze. A hülyeségeket meg a palacsinta receptjét nem beszéljük meg rajta egyértelműen. Tökéletes. Milyen rangban voltál amúgy a másik? Nem túl magas. Tehát nem is az, hogy nem túl magas, hanem konkrétan oda kerültem. Voltam pár hétig, és még a tiszti vizsga előtt kellett elmennem, de ezt is leírtam. Uh-huh. Úgyhogy meg hát felsoroltam, hogy nem volt alkalmam kihallgatni sem. Túsztárgyalást azt csináltam. Normál közúti igazoltatás. Meg ilyesmi. Na, szuper. Úgyhogy annyira nem mondanám magamat végtelenül tapasztaltnak, tehát valószínűleg kihallgatásokat végig kell majd néznem, ilyesmi. Az alap dolgokkal tisztában vagyok. Na, hát az a lényeg. Hát ennek nagyon örülök. Jó, hát akkor én amonú vagyok, hogy rágyózzál be. Ugye neved, rendfokozatod és hogy szolgálatba léptél. Értem. Akkor ez a újonc próbaidős. Próbaidős, csak. Próbaidős. Hát, kiveszünk most egy Merci kulcsot, és akkor Mercivel megyünk. Wow! Akarsz vezetni? Vezetek. Jó. Ez elképesztően jól néz ki.
Na, örülök neki, hogy tetszik. Elél már idáig? Szerintem el lehet húzni. Van nálad pénz? Valamennyi van. 5000 forint van nálam. Akkor várjál, még adok neked 5000-et. Parancsolj, és akkor legyen tele. Köszönöm. Rendben. Na hát úgy néz ki, hogy ezzel mégis vagyunk. De maradt még 4000, azt lehet visszadobom. Hagyjad csak. Hagyja? Jó. Persze, persze. És akkor Roland, ugye? Így van. Roland és Bosco elindul a járőrkörre. 10-4, vigyázzanak magukra, vége. Úgy ez a rádió. Melyik része? Élőben más a hang, mint alapvetően. Ja, értem. Vagy nem tudom, hogy soha fogalmaztam el, tehát kicsit furán hallottam, de mindegy. Azért ez kicsit más, mint a ladám. Hát egy fokkal. Nekem is még szokni kell, mert nekem meg egy egyes golfom van, aztán ahhoz képest is eléggé más világ. Az a kinti? Aha, az a zöld. Igen, igen. Mehetünk is, zöld van. Ja, én balra akartam menni, de oké. Ja. És mennyien leszünk? Hát, ha minden jól megy, akkor még három kollégának kellene jönnie. Akkor az azt jelenti, hogy... 9-en talán? Ha jól számoltam, akkor úgy vagyunk most szolgálatban. Az pedig elég sok. Hát most veled együtt 11 fő állománytagok száma, illetve van még egy kollégina, vele együtt... Hát vele még azért majd beszélünk erről, de még ő is erősíti a csapatot. Értem. Még én ez nem értek, hogy mennyi lehet hullosan, maxosan a szám. Hát igazából bármennyi. Bármennyi? Persze. A rendőrből soha nem elég. Mindig kellenek a kollégák. Értem. Az már megint más dolog, hogyha... Ugye rablás van, az attól függ, hogy mekkora volumenű, mert arra nem mehet ki persze mindenki, hanem megvan az adott egységszám, aki kimehet egy bankra, vagy boltra, vagy árusra. De ez tiszta sor. Befejeztük az igazoltatást, visszatérünk járőrbe. 10-4. Tehát nem... Tiszteltem Bosco Brian kollega. Ó, tiszteltem Alphonse. Na, itt a másik kolléga. Besegítek egy kollégámnak, ez a régebbi ismerősömnek, szóval erre majd várnia kéne. Ugyanis éppen taxizok. Bekértek ide a taxitársasághoz jelenleg. Remélem nem gond. Ha szükség van rám, írjon a telefonomon. Még. 10-4. Egyébként civil autóval rá szoktam a tempomatra folyamatosan, mert egy elképesztő számlák vannak, de komolyan. Ismerős. Nagyon durva. Erre majd különösen oda kell figyelnünk, mert nagyon sokan szeretik ezeket halmozni. Rá fogunk majd arra állni, hogyha egy X-eszek fölé mennek, akkor a vagyontárgyaikat lefoglaljuk. Hát muszáj, most ahogy hallottad a rádióba is, bent az a két jármű, amelyik ott volt a garázsunkban, az két lefoglalt jármű akkor. Az a Ford, meg a másik, ami még ott állt. Aha. Bosco? Akkor meg tudjuk nézni. Parancsolj! Van itt a publiknál egy Karin futó itt hagyva, le tudnátok foglalni? Úton vagyunk, pont oda. Rendben van. Mi tovább állunk? 10-4. Na, hát akkor megnézzük azt a Karint. Meg persze.
Ó, remélem a bukólámpás az jól néz ki. Azon még én is gondolkoztam. Nem tudom, jó fele megyek-e. Jó fele. Aha. Jó, hát akkor ezt megnézzük, hogy hol van. Meg, de... Lehet, hogy hátul. Nem tudom, megdobja az autót a... Vagy valami, ami neked akar jönni, az pont levizet. A másik fel sem nyílik ki. Le kell hajolni. Egy Lamborghinivel. Hát, látom. Esetleg itt bent, itt nincs. Fönt. Fönt sincs. Nincs a publikba autó. Mindegy, álljunk le a főpublikkal szembe, izé, a parkolóhoz. Oda jártam mellé. Nem akarom letörni. Ja, nálam kinyílt. A Mackie-nek az utcájában van. Kijöztök publikból és a kockapartnál fordultok el a McDonald's felé. Vége. 10-4 fordulunk. Szóval akkor itt lesz? Elvileg itt kijöttünk a publikból és itt a Mackie utcájában kéne, hogy legyen egy. Ja, várjál, ott áll a lámpánál. Ott a zöld lámpánál. Mármint, hogy ott a... Oldalt? Aha, jaj, jaj. Megvan az autó. Ez. Aha. És tényleg jó volt a... 14, megnézzük Yellow Jacket. 14. Jó lesz? Tökéletes. Tehát, hogy látom, jár a motor, úgyhogy le kéne hozni először az útról. Jó, jó. Na mindjárt hozom a kerékbilincset. Rendben. Érkezett egy üzenet. Ezért ezredes urat valószínűleg az ORFK előtt keresik. Vége. Bizony, mindjárt indulok. Szép kis megosztás, én kajálok. Nem baj, az enni kell. Én már egyszer rosszul lettem azért, mert nem ettem. Na, szerelők nem sokára jönnek is érte. Tegnapi. Jó, azt elrakom most majd kocsba ülök. Jó, jó. Jaj, ne. Ah, itt a kint. Igen, kinti parkolóba álljunk csak meg. Szép napokat. Jó napot, jó napot, Sándor. Szép napot. Szerintem a tennapiról hallottak felőlem. Szerintem az úr, nem? Hallott felőlem a tennapiról. Inkább itt a csofos kollégájuk tudja, hogy jobban, bocsánat. Hát de, uram, kívánok. Tehát engem keresett, én itt vagyok, nekem mondja akkor. Tudom, annyi van, hogy ugye tennap volt egy olyan incidens, ugye, hogy a kocsmat elkérték, és ugye kérnek 1 millió forintot, ugye? Igen, még van 1 millió tartozása nekünk. Igen, megvan a pénz, hoztam. Hoppá! Bankszámlámon van. Akkor itt a vezérezredesnek. Mi a kedvenc száma? Ezt a vezérezredesnek tudja átadni. Még, csak jó, tudom, hogy ő is ezért tudom, csak hogy el tudom. Ő van most jelen, és most be tudja rakni a számot. Rendben, akkor mi a kedvenc száma az úrnak, hogy szabad kézi bankszáma száma? Na de várjon, tehát önnek 1 millió a tartozása. Igen, és hoztam akkor a pénzt. Akkor kezdje el kifizetni a számát. Nem, egy pillanatra, hogy ezt valam, akkor elmondom. Volt egy olyan úgy, hogy megállítottuk, ugye közúti igazoltatás jó, volt, már meg, és már a számlákat semmi, néztük, a fizetetlen számlákat, 1.698.000 forint fizetetlen igen. Számlája volt. Behoztuk, Alfonsz Péter vezérezredes itt volt velünk, ugye elkobozta tőle a gépjárművét, a telefont, a GPS-t, a rádiót, valamint még 1 millió forint tartozása van az ORFK felé. Ó, értem. Ja, jó. Oké, oké, oké. Igen, igen, ugye nullázva lettek a számlája az úrnak. Ja, értem. És még van 1 millió forint tartozása.
Jó, oké. Akkor ez így már világos, tiszta sor. Értem, szuper. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szuper, akkor... Megosztja ez a dolog, hogy amennyi igazát, én ezt kis pénzt szeretném az úr. Itt van. Csak mondj, mert barátomnak volt egy barban egy másik barátom, nem ismerik, nem hozzánk, hát és tőle tudtam ennyi pénzt elkérni, és mondom neki, hogy visszaadom neki. És... Hát, ez már az önök dolga. De hát így jobb, én szerintem mind a ketten jobban járunk, és majd a kollégáinak, ha nem tudom, majd esetleg meg lehetne az, hogy majd meghagyjuk már mi is a tiszteletet önök felé, rendben, mert mi fizetjük, mi fogjuk adni a tiszteletet a rendőr urak felé. Elnézést szeretnék ezért kérni. Ezt most mire mondja? Hát arra, hogy ugye volt eddig ugye igazolás, nem mentünk arrébb, ilyesmikre gondolok itt. Ja, kellene. Hát igen, azzal mondjuk egy kicsikét felidegesítettek. És adtam a pénzt, és oda is adom. Köszönöm szépen. Mi a kedvenc száma az úrnak? Hát most egy 85-ös mellé van rajtam. Uram, én átadtam. Köszönöm szépen, akkor ezt be is viszem. Önöktől meg bocsánatot szeretnék kérni így a barátaimtól és én felőlem is, hogy ilyeneket Mert? Voltunk. Hát, hogy ugye például ez a számlás dolog is, meg ez a pár incidens ugye, például a kamerafelvételek, ami ugye voltak a kocsin ugye, azokról is, így bocsánatot szeretnék tőletek kérni. Meg a barátom nevében is, hogy nem mondtam nekik, hogy máskor adják meg a tiszteletet, és mondták, hogy rendben van, megkapja, megkap, meg fogjuk, meg, mi, önök is megkapják a tiszteletet. Itt nem az a probléma, uram, csak szerintem minden egyes alkalommal, amikor megállítottuk akár önt, akár a barátját, szerintem akárkit elmondhatom ebben a városban, mindig tisztelettudóan az az első, hogy oda mentünk, bemutatkoztunk. Rang, jelvényszám, ez minden el volt mondva, el volt mondva, hogy miért állítottuk meg önöket. Most igazából azt, hogy miért kaptuk ezeket a magatartásokat, válaszokat, viselkedéseket, ezt igazából én nem tudom, de viszont maradjunk annyiba, hogy mindenki saját magát minősíti. Persze, ezzel én is tisztában vagyok. Jó, rendben. Akkor a gépjárművét, amit említettem az előbb, mikor beszélgettünk ugye ott az igazoltatás folyamata igen. alatt, van egy olyan dolog, hogy ezek majd az ORFK által lesznek meghirdetve, árverésre lesznek bocsájtva ezek a gépjárművek, amik elmaradt tartozások miatt vannak lefoglalva. Ez szerintem majd az applikációt, hogyha a telefonját majd nézi, nem a mai napon, de szerintem még a jövő hét folyamán már megtekinthető lesz, és hogyha szeretne esetleg kiváltani bármelyiket a gépjárművek közül, akkor majd itt fel kell keresni egy vezérezredest, rendben. És akkor... És tényleg még egyszer bocsánat az én nevemben is, meg a barátaim nevében is. Rendben van. Semmi baj. De remélem mindenkor azért... Mi a szerelőtelepes számlából, mivel hogy ők ebből élnek, és nem szeretném azt, hogy másnak a hibájából úgymond ne lehessen autót szereltetni ebben a városban, így nagyon szépen kérem, hogy csak annyit szereltessenek a szerelőtelepen, amennyit be tudnak fizetni. Az fájt, nekem is. Azt átéreztem. Egy rendben, bazd nagy légy volt a fejben. Bocsánat, hogy így most így annyi van, hogy annyi szeretném mondani, hogy én tennem megkérdeztem a szerelő urat, ugye erről utána kérdeztem, hogy mennyire jár ez így. Mondta, hogy 3 napon belül maximum be kell fizetni. Hogy nem kötelező egybe befizetni. Jó, hát hogyha a szerelő úr mondta, akkor nem tudom a szerelő úr miért jött ide hozzánk panaszkodni, hogy nem fizetitek a számlákat. Hát nem tudom, hogy önök a főnök mondta nektek. Így van. Ja jó, nekem nem a főnök mondta. Jó, akkor próbáljuk megtartani azt, amit a szerelőtelepnek a vezére mond, jó? Rendben. Megígérem, hogy rám néznek 2 napon belül, az a számla már nem lesz ott. Rendben, úgy legyen, uram. Ezért nem fogom, mert az én kezem eléggé piszkos, ezelőttal nem is szeretném, hogy az ön kezébe piszkolja, most így nem félre érteni dolgokat. És még egyszer elnézést szeretnék kérni ebben az esetben is, hogy így mindenfelől. Nincsen semmi probléma, köszönjük szépen a rendességét. Szívesen. További szép napot. Önöknek is. Viszlát. Most már nem ízgulok. Viszlát. Viszlát, viszlát, szép napot. Sikeresen jártam. Hűha, de jó levegő van itt fent. Jó, itt nagyon szeretek fent lenni. Csomó mindenen el tudok gondolkodni. Milyen szép jön a város. Igen, de legszebb a felirattól, ha onnan nézzük, hát az elképesztő. Főleg így az esti órákban. De most neki nem... Hát nem kell, mi leültünk, mert azért annyit nem akarok állni. Na.
pénzszállítás. Három bankot érintünk, ugye? Pontosan. Így van. Kicsit nagy a kör, de... Hát nem baj az. Ugye fog kelleni mindenféleképpen egy vezérautó, a pénzszállító, amiben tesszük majd a lóvét, illetve egy fedezőautó. Ugye autóként két személy. Hát azt szerintem nem lesz meg két személy. Én is ettől főleg, és most azon gondolkozom, hogy hol fog egy ember ülni. Nem, mi úgy beszéltük a Donival, hogy ketten szeretnénk menni a pénzszállítóba. Jó, hogyha nem lesz az elég ember, akkor most valószínűleg a pénzszállítóba szerintem elég egy ember. Most bármi történik ugye a vezérautóba, valamint a, ugye a védőautóba, amely közre fogja a rájotot, ki tudnak szállni, bármi történik, és hogyha pénz van, tegyük fel a rájotba, akkor megpróbálhat tovább hajtani vele, hogy az azért ne legyen elkobozva, elvívve. Így van, illetve a rekeszeket, a titkos rekeszeket is pakoljuk, tehát nem mindegyik összeg lesz szemmel látható helyen. Ha ne agyisten betámadnak és sikerrel járnak, akkor úgyis csak azt az összeget fogják látni, ami szem előtt van, a rejtett rekeszeket, azokat nem fogják figyelni, vagy nem lehet észrevenni. Mekkora pénzt kértek a mentősök? 10 millát? 10 millió forintot. Mondjuk nem egy kis összegről beszélünk. Hát nem. És akkor azt mondja, hogy három bankot érintünk. Igen, a 7-es, a 3-as és az 5-ös. Ez ki volt? 0-0 7-es ügynök. Megnézzük, Doni. Ez mi? Vagy mi? Valaki énekel nekünk. Hát itt nem látok semmit. Jaj! Első. Itt áll egy taxi. Igen, azt néztem. Taxit néztem, most arra vagyok kíváncsi, hogy itt hátul van-e valaki. Ez egy picit megzavart, nézzük meg, hogy mi van lent. Dani, mi van lent? Most te hol vagy? Most értem le egy pillanat. Van itt valaki. Elvileg érkezett egy kis fiú ide az őrsre. Egy kisfiú. Igen, egy kisfiú. Hol vannak? Elvileg bementek hátra a garázs fele. Vigyázzunk rá, hát jó. Kis rendőrt kell majd belőle képezni. Jó napot. Jó napot, kollega. És mi történik? Miért googolnak? Vagy miért googoltok? Hát... Kollega nem látja? Hogy... Nem. Na itt egy kisgyerek. Hol? Mögötted. Ó! Ja. Nem vette hisz. Nem vettem észre. Ennyire nem vagyok pici. Én egy nagy 8 éves kisfiú vagyok. Értem. Ha meg kell zabálni. 8 éves kisfiú. Baszki Peti, mindenki elsétel mellettem. Olyan magas vagyok, basszus, hogy alig látnak. Figyelj, majd be kell téged ilyen különböző szerekkel, és akkor nagyobb leszel. Felől ne aggódj. Majd nyújtó deszkára teszünk. Leszállt egy hőlékpalkon. És ki a bácsi? Zeppelin a PD elé. Bácsi? Ő itt a helyi takarító. Zeppelin. Egy ilyen léghajó. Takarító nő. Hát én úgy nézem. Nem hosszú a haja. A lényeknek hosszú haja szokott lenni. Meg, ugye? A haja. Most ezt engem lehet. Meg a lényeknek punciuk van, a fiúknak meg pucoljuk. Hát a hajam nem is hosszú. Na mindegy. De hát... Nagyon cuki. Milyen kis ingeskéje van. Szerintem kísérjük föl, és... Gyere! Nem. Akikben most már játszótér ott fönt a szobában, ha van ilyen szobánk. Hát az a baj, hogy ott csak... Most már passzoljuk, na, mert már zsabot... Hát, hogy csetek, de... Csippad az agyom. Csippad. Felveszlek a nyakamba, jó?
Nincsen gyerekszoba. Megyek. Várja, várja, a mocima taxiba van. Mocimat, azt elviszem. Jó, behozom neked, jó? Jó, oké. Okay. Ott van Peti bácsi kocsijába. Ne hozza, ne hozzalak a nyakamba? Nem. Nem lesz jobb. Nem magasabb leszel így akkor. Nem. Ismeresebb vagy, mint én. Nagy fiú vagyok. Hiszt is nagy fiú. Nem, én egy nagy fiú vagyok. Wow! Ez egy rendőrség. Igen. Ide hozzák be a rossz fiú. Kollektor, hogy ne? Az... És hova viszik őket? Hol, az utolsó ember ne felejtse az ajtókat zárni. Körbe vezethetem? Igen. Na, kollega, hát akkor igazából találhatunk egy ilyen kis srácot. Mit szól hozzá? Hát... most ez mi ez? Hát ide hoztuk, megtaláltuk. A szülei? Szülei? Hát nincs. Hát elvileg a reptére vannak, de ebben jelentkeztek még érte. Szóval hát egyelőre az... árva, szegényke. Ja, értem. Valahelyleg New York olyat, amit Johnny-nak hívják. Megőrizzük. Hát igen. És én úgy gondolom, hogy azért vigyázz, én legalább valameddig. És értem. Hát jó. Akkor. Nem tudom, mit kéne vele csinálni, mert egy évfél fele le kéne fektetni szerintem. Hát annál korábban le kéne meg... Nem vagyok itt vagy gyerekmániás, és értek hozzájuk, tehát hát, hogy... Nagyon én sem, megőrzőként vagyok itt, tehát nem tudom, hogy mit kell nekik csinálni. Hát én sem, valami anyukat szíves. Kéne neki szerezni. Jaj, le ott, aki... Ó, hozzák a maci. Jön a maci. Csak nehogy tudja a kezébe maradni. Aha, reméljük. Hol a kis Johnny? Nem tudom. Merre vannak a gyerkőccel? Az egyes kihallgatóban. Akkor lent vannak. Á, igen, őket is tudják. Azt a szemüvegeset, azt láttam a reptérnél. Amelyik ott baloldalt középen van, őt láttam a reptérnél. Az mondjuk hoztam baj. Neked a macidat. Ott telefonát, nem segítettem a mamát megkeresni. Kösz. Mi szépen át is adom neked. Úgy bizony. Ügyes vagy. Köszönöm. Na, és akkor itt mi van? Itt van a befotózó, itt a Sanyi room. Jó, hogy te világos van itt. Igen, igen, mert ki kell világítani a Sanyiket. Hát... Ez milyen jó Isten? Egy ilyen kis táblát. Oké. Okay. Táblát megfognak, és akkor befotózni. De jó pofa. A jó pofa. Elvileg a szülei eltűntek a reptérről, és... Igen, ezt nekem is mondta. És azért vannak... Vagy azért van most itt. Hát figyelj, hogyha nem kerülnek elő, talán örökbe fogadom. Hát figyelj végül is. Majd ez ki átvegye a helyemet. Ki neveled? Így bizony. Hűha, most ugye 50 perc múlva készülés, sőt, akkor már el kell indulni. Nézzük meg, hogy mi vesz vagyunk el látva. Te gondoltál vezérautóra, illetve fedező autóra? Igen, igen. Mit gondoltál ki? A vezérautónak én a Chrome Victoriát ajánlanám, jelöletlent. És fedező autónak pedig egy Skodát vagy egy Mercedest. Akkor a fedező az legyen egy Skoda. Igen, szerintem. Mivel fogjuk hozni a lóvét? Egy pillanat is mutatom. Oké. Okay. Aha. Jó. Ugye látom, ez külföldről lett behozva. Ezt kaptuk, gondolom, ajándékba. Ha jól emlékszem, akkor ti jelöletlennel voltatok, akkor az meg is van. Jelöletlennel voltunk kint, igen. Aha, akkor a vezérautó megvan, a szállító megvan, és akkor kell még mellé egy Skoda hátra. Mondjuk azt nem tudom, hogy a kollega eltette a garázsba a jelöletlent, vagy valahol leparkolta vele. De jelöletlennel voltunk, és csak jól tudok elmondani róla. Igen, igen, azt néztem én is. Az kint akkor majd meg... Ja nem, pont itt jön a James, megkérdezzük. Tök cuki volt. A jelöletlen gép az el lett tárolva, vagy kint van? Az el lett tárolva. Ja nem, az kint van, az egyik el lett támarolva, a másik pedig ott van kint a... Azt lehozod ide, hogyha meg kellett? Persze. Vagy ide be a hátsó garázshoz elég?
Hát ide le is, teljesen jó. Jó, hát azt mondja, hogy 2, 4, 6. 5-en vagyunk. Ja, akkor pénzszállítóban egyedül lesz valaki. Jó, és akkor úgy kéne viszont beülni, hogy a vezető mögé kellene a másik embernek, mert hogyha beüt a szar, akkor ugye úgy kell fordulni az autókkal, hogy fedezéket nyújtsanak, és akkor egy oldalról tudunk kiszállni. Jó. Okay. Mindenféleképpen. Akkor jó. Biztos, hogy Danival szeretnék lenni. Szerintem. Tankoljuk meg őket mindenféleképpen, hogy ezzel se kelljen bajlódni majd az utolsó pillanatban. Illetve meg kell nézni, hogy milyen rekeszek vannak a pénzszállítóban. Hány helyre tudunk még pakolni. Illetve jó. Még azt is meg kéne nézni, hogy előveszem a tabletet, aztán ránézek a térképre. 7-es, 3-as, 5-ös bank. A 7-es, 3-as, 5-ösből melyik a nagyobb? Hát szerintem a 3-as. Mit kéne megnézni? Hogy a... Az ott van a nyugatin. Aha. Azt hiszem az a legnagyobb. Ugye ott fönt a 7-es bank az egy elég kicsi bank. A 3-as az elég nagyocska, most az 5-ös az nem tudom. Aha, látom. Ez is kicsi. A 7-es az akkor Sandy. Igen. Másik akkor az a nyugatin van. Onnan Sandyből akkor jövünk vissza nyugatin, akkor érintjük a 3-asat. És akkor a 3-as után pedig az 5-ös, és akkor onnan pedig a OMS. Így van, így van. Jó, hát... akkor igen, az lesz a nyugatin. A 3-as. Az lesz a nagyobb. Akkor onnan fogunk hozni... Egy 5-öt, és akkor a másik kettőből kettő felett. Igen, csak azon gondolkozom, tudod, hogy kettő felett hozunk, akkor abból mondjuk... 1.500.000 rekeszbe teszünk, a másik fele az látható marad. Jó, szuper. Szóval akkor 7-es 2.500.000, 5-ös 2.500.000, 3-asból 5.000.000, és akkor 1.500.000 rakunk a rejtetbe, mind a két helyen, és az azt jelenti, hogy 1.000.000 maradt szem előtt. A 3-asból viszont 3.000.000-t rakunk rekeszbe, és rejtjük el, és 2.000.000 maradt szem előtt. Jó, szuper. És akkor így összesen 4.000.000 lesz az, ami szem előtt van, a többi pedig mind a rejtett rekeszbe. És akkor ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben 6.000.000 tudunk leszállítani, hogyha ha beüt a baj, de nem hiszem, hogy befog. Oké. Okay. Felhívásokat ki fogja kezelni. Ugye ketten fogtok ülni akkor, ha minden igaz az autóban, melyikötök vezet? Vezet a kollega. Jó. És akkor én intézem a felhívásokat. Szuper, felhívásokat. Akkor azt tudod, hogy mikor kell kitenni. Mikor megérkeztünk és mikor elindultunk. Ennyi, hibátlan. Az, hogy mikor, melyik útszakaszon tartunk, azt egyelőre még ne tegyük ki. Majd idővel az is kikerülhet, hogyha, vagy mit tudom én, pont a nyugatén haladunk. Itt vagytok, lehet hallani? Bocsánat, egy picit magamba szálltam, itt az applikáción a telefonomba próbáltam elérni OMS-est. Ja, jó van, már megijedtem, azt hiszem, hogy a hangom elment, vagy ilyesmi. Nem, csak ez így, nem tudom. Ez így vicc az egész, szóval... Figyelj, idő még van, fél óra múlva indulunk. Szerintem mire ezt a nagykört megtesszük, az legalább még egy óra. Elvileg ti viszitek, ugye? A páncélozottat. Kimentek akkor vele, megnézzek, hogy hogy megy... Hogy ne az utolsó pillanatban derüljenek ki a furcsaságai. Megyek. Ja, menjetünk. Jó. Nem itt, én mentek egy kört, aztán abból már tudjátok. Mi meg addig megtankoljuk az itteni kocsikat. Akkor a Skodát meg a Chrome Victoriát tankoljuk meg. Hát nem kattant a pisztoly, úgyhogy még férne bele, viszont elfogyott a pénzem. Rakom, aztán majd elfogyott a kóraszom, hogy nem vagyunk. Hogy vagyunk, nekem sincsen. Van 4 ezer, hát azzal még a Chrome
Kronviket meg lehet tankolni, de a másikra nem marad, akkor majd hozok le lóvét. Körülbelül egy 110-et ki lehet húzni autópályán, nem igazán akar többen menni. Szuper, akkor most ezt is tudjuk, hogy akkor 110-re kell gyorsulni. 14. Hoztam pénzt. Jó, jön a szóra. Mindent jobban tudsz. Jó, figyelni kell arra, hogy legyen mindenkinél majd megfelelő mennyiségű kaja. Én mindjárt felszállok még egy kevés üdítőért, mert az fagytán van. Illetve nálad most nincsen lőfegyver, csak sokkoló, ugye? Így van. Akkor azt nézzük meg. Ja. Szerintem ki is... Jaj. El is repülök egy 20 per, biztos, hogy visszaére. Jó, jó, siess. Doni, nálad van fegyver, ugye? Igen, igen. CZ-75B? Nem, combat pisztol van nálam. A CZ-75, amit használtam, azt a tegnapi nap azok az urak, akik megfenyegettek, elvették tőlünk. Mm. De sikeresen dutyiba vannak. Még annyit szeretnék jelezni, Boszko, hogy én az enyémre tettem egy hangtompítót. Wow, és az hogy? De jössz a tárolóhoz. Ahol a fegyvereket vásárolod. Mm-hmm. Ugye megjelenik az, hogy combat pisztol. Uh-huh. Arra, hogyha kiválasztod a combat pisztolt, ott rá tudsz tenni lámpát, szupresszort, hosszabbított markolatot. Na, mindjárt jövök, hozok lóvét magamnak. Na várjatok, mert akkor azt mondja, hogy tároló megnyitás, akkor ezt leteszem. Illetve... gumibot azt még veszek ki. És akkor fegyvervásárlás. Baszki, hogy ez pont... mindegy, jó lesz a kombat. Ott a néz. És bezárom magamat. Az elszázás nagymestere vagyok, hogy előjöttem a bokorból. Nem is láttalak, basszus. Hát én még egyelőre nem izgulok, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én igen. Izgulsz? Igen, nagyon. Hát a mai lövöldözés miatt főleg. Aha. Hát bennem valahogy még nincsen bennem a stressz, aztán majd meglátjuk, hogy előjön-e. Hát nekem egy szalmaszálat nem lehetne most a segítenek benne. Annyi a lényeg, hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy amelyik autóba két ember ül, a... ne az anyós ülésre üljön az a másik kolléga, hanem a vezető mögé. Mert ezt többször használtam már más helyeken, hogy ha beüt a balhé, akkor ugye egyből kézifékkel úgy fordulunk, jobb oldalon mutatkozik az a támadás irányába, és akkor bal oldalról ki tudunk szállni, a jármű meg ott van egyből fedezéknek. Jó, szuper, szuper. Ja, így nem tesszük kockára az anyós ülésen ülő kolléga életét, hogy onnan át kell még vergődnie a bal oldalra, hanem akkor úgy egyből ki tudunk vágódni a kocsi mellé, fedezék, és onnan lehet célozni és lőni. Aztán megjön James, akkor leosztjuk az autókat. Bízom benne, hogy Alfonsz kolléga is addigra ideér. És akkor mehet a haddelhad. Ha jön James és jön Alfonsz, akkor ez azt mondja, hogy öten vagyunk. Kettő kéne a vezérautóba, kettő kéne hátra, és akkor egy lenne a páncélozottba. Akkor szerintem Roland vitte a páncélautót. Rendben. Ja. Amit mondasz, az lesz igazából. Hát szuper, igazából figyelj, ennyien vagyunk, most ennyi kollégával váltjuk meg a világot. Nem mondom azt, hogy könnyű lesz, de szerintem vagyunk annyira képzettek ehhez az egészhez, hogy le tudjuk vezényelni.
Most egy pillanatra elgondolkoztam, hogy az nem lesz-e sok. De mégiscsak pénzszállításról van szó. Most igen, az, hogy ennyien vagyunk, az meg megint egy más dolog. Most emiatt nem igazán szeretnék ezen változtatni. Nem, szerintem ez itt teljesen korrekt. Oké, szuper. Akkor jó, megnyugodtam. Mondjuk Sandyben inkább az aggaszt, hogy ugye tegnap, ahogy volt a kis bulika, láttam gépkarabélyos embereket is. Úristen, ne is mondd arra, de jó, hogy mondod azt, még majd külön fel kell tüntetni, vagy megírtátok tegnap a... Nem lett megírva semmi. Jó, majd akkor azt én is igyekszem nem elfelejteni. Azt majd be kell írni, hogy a Yellow Jack tulajdonosának a hátán egy elég érdekes gépfegyver volt látható. 8 perc múlva csak felébred már, James. Nagyon remélem. Ételetek és italotok van, akkor megfelelő mennyiség. Van, igen. Jó, mert én már kétszer kajáltam, mióta itt állunk kint. Lehet, megyek még egy kör. Két pizza meg néhány szendvics csak elég lesz. Hát szerintem is nagyon is van két pizza, mert azt meséltétek, hogy laktat, tehát abból az a kettő az csak elég lesz. Ha futni kell, van nálam... Van nálad Powerade? Roland. Nálam nincs, azt tudom miért. Akkor várjál, adok neked egyet. Parancsolj. A Powerade az azért lesz jó, mert ha megiszod, serkentéssel egy kicsikét gyorsabban tudsz futni egy bizonyos időszakig. Én a teljesítmény. Azaz, igen, ez nem jutott eszembe. Ha beüt a balhé, akkor, és arra kényszerülünk, hogy futni kell, akkor megiszol egy ilyet, és akkor futunk. Jó, oké. 3 perc volt a indulás. Péter kollega, az hol van? Hát nem tudom, van még 2 perc körülbelül. 3, jó. És akkor hogy lesz a felállásunk? Hát ezt kéne megbeszélni. Hát, megyek a jelöletlennel elől. Akkor én megyek a skodával, Danival. Így van, és akkor Roland kolléga pedig viszi a páncélozottat. Fordítva? Nem, majd hátramászik. Hátramászik. Itt szépen ugrálgatok jobbra-balra. Úgy is vagyok. Úgy, és hogyha beüt a szar, akkor ugye az autó jobb oldalát a támadás irányába fordítod, és akkor balra, vagy mi az itt baloldalon kiszálltok, és megvan a fedezék. Jaj. Igen, meg ugye... Tankolni sikerült, igaz? Őt lövik fel. Mindent. Őt lövik fejbe, hogyha valami baj van. Nem engem. Na hát kollégai ez... testvér szeretet. Na, ezzel meg... nem viccelődünk. Így van. Akkor... Tank üzemanyag szempontjából a Skoda az jól van, ugye? 100-on van. 99, igen. Ja. Ez is 100-on van. Igen, azért ültem bele, mert az oldal egy... Ja, mindegy az. Hát már szerintem nem nagyon gyújtsad, mert egy perc múlva indulás. Hát, de most már számba lesz egy. Na vajon 100-on van ez is? 100-on van. Moszkó! Azért nem baj lesz most, hogy te egyedül leszel. Megoldom. Az most egyedül. Egy perc múlva mehet akkor a kiírás. Kirabolják az árust. Nem foglalkozom. Menjünk. Most vele. Nem. Hát jó, akkor rendben van. Hát az... Ez így szuper, király. Így meg vagyunk. Ezzel szeretne jönni? Hát nem tudok más csinálni, viszont... Ja jó, oké. Okay. Ebből tudom, hogy ebből tudok rágyózni. Ebből tud... Ja, ott... Ja, igen. Majd a távolságot figyeljük egymás között. Jó, akkor megy a felszólítás, hogy indulunk. Oké. Okay. Kapcsolj izét, megkülönböztetőt.
vajon sikerülni fog épségbe beszerezni a pénzt, vagy begyűjteni a pénzt, és utána le is tudjuk szállítani? Így jó, gyere gyorsan. Oké. Nézem a jobb oldalt. Kés csók, jöttünk a pénzért. Hát most szépen kiszámolják, aztán táskába teszik, és akkor ki is visszük a páncélautóba. Jó. Azt mondja itt a bankban a kisasszony, hogy 2 perc és megvan a pénz. 10-4. Kint minden tiszta. Szuper, hát akkor vedd át a táskát. Rendben. Vagy bőröndöt. Szuper. Én úgy gondolom, hogy mehetünk. Los Tamsis kocsikat látok. Van egy kis baj. Nagy baj van. Mi történt? Los Tamsis kocsik parkolnak be a... parkolóba. Oké, akkor a Skodához menjét is oda. Elhajtanak, elhajtanak, vége. Szerintem figyelmen kívül hagyta a felhívást. Ó, jó, megvan a lóvé, pakoljuk. És akkor recsél el az egyik rekesz alá 1/5, 1 milliót meghagyjál szem előtt. Meg vagy? Meg. Oké. Meg vagyunk. 10-4. Egyeket nézek. Jó napot, jó napot. Hát hello, hello. Jöttünk némi pénzért. Nép, jó napot. Tiszta. Öt perc múlva lesz meg a lóvé. 14. Minden tiszta, vége. 10-4, köszönjük. Ó, már ki is hozzák a táskát, nagyon jó.
király. Gyorsan át is nézem, így-így megvannak a megfelelő kötegek. Szuper, megvan benne az 5 millió, vedd át Lici a táskát és mehetünk ki. Az összeg megvan, átveszük a táskát és indulunk. Jó, 14. Azért ennek már nagyobb súlya van. Katasztrófa. Ebből mennyit rakunk el? Ebből 3 millió lesz rejtve, 2 szem előtt. Jó. Megvan. Megvagyunk, és akkor innen megyünk fel az 5-ös bankhoz. 14. Jó, itt letérünk, és akkor itt jöhet a 80-as tempó. 14. Mielőtt bemegyünk a bankba, egy kolléga szaladjon át a motelhez, nézzen körül. 14. Rendszer tiszta. Oké, megyünk. Ott ment egy motoros. Sportmotorra. Merre? A másik oldalt a sarkon. Hello, jó napot kívánok! Jöttünk a lóvéért, amit megbeszéltünk. Na most én fogok inni. Egészségedre. Ételre, italra közben figyeljetek. 5 percen belül megkapjuk a pénzt. 14. Hát ilyenkor srácok, az van. Hogy... Gondolom másfél szőnyeg alá. Így van. 1 millió pedig akkor szem előtt. Ugye ilyenkor az van, hogy... Így le tudjuk erpézni, hogy megvárjuk, amíg a bankfiókból kiveszik a pénzt. Lekötegelik, ha esetleg nincsen lekötegelve, tehát ez is így beleszámít az időbe. Plusz, mire kihozzák, mire mi is megnézzük, mire átveszik a bőröndöt, meg kivisszük az autóhoz, hogy azért legyen ideje az illegálnak területet foglalni, felkészülni az esetleges támadásra, esetleg túsztejteni. Hát most azt nézem, hogy fél hét van, 6 óra környékén indultunk, tehát fél óra alatt 3 bankot érintettünk. Bankonként 5 percet várunk. A létszám miatt szerintem így, hogy satsz kb. 40 perc alatt végzünk. Így teljesen jók leszünk. Többen lennénk, akkor még el is lehetne húzni az ilyen banki pakolásokat. 5 percről mondjuk 8-ra. Talán 10-re, bár a 10 az már lehet, hogy sok, de ha többen lennénk, akkor lehetne megjátszani egy ilyet. Így viszont, hogy 5-en vagyunk... Hát, motoros ruha volt felül. Ez így elég... Elég net. Jó, elfordult vége. Lehet, hogy egy megfigyelő. 14. Sok lehetőségük most már nem lesz. Kollégák rendben vannak. Maximálisan már mindjárt hozzák ki a táskát.
Szuper kolléga, nyugodtan vedd át akkor a táskát, mert megvan az összeg. A pénz megvan, átvettük a táskát, indulunk ki. 14. Viszlát, urak! Jó, bezártam. Oké. Meg is vagyunk, lehet kocsiba ülni. 14. Oké, okay, akkor a páncélos beáll, akkor a másik két autóval meg zárunk. Meghoztuk akkor az összeget. Ja, egyszerű. Akkor kivesszük, és akkor mutass, hogy merre kell mennünk. Jó, rendben. Várjál, kinyitom az ajtókat. Ó, mindet vagy, hogy? Aha, jaj, ja, két táskába belpakoljuk, ötöttel. Nálam is megvan, be is teszem a bőrömbe. James, minden rendben, papi? Mhm. Super. Rendben. Melyik táskát vettem el? Én igazából leteszem ide a földre magam mellé, és akkor innentől kezdve akkor ön el tudja majd intézni. Ja, rendben. Jó. Ja. Köszönjük szépen, aztán hogyha kell még önnek, vagy önöknek pénz, akkor jelezzék, és akkor intézzük. Jó, jó, rendben. Köszönjük szépen. Mi köszönjük a lehetőséget. Viszlát! Viszlát! Jó utat, viszlát! A pénz sikeresen átadva mehetünk vissza hamarosan a kapitányságra. 14. Hát van egy a tempó. 14. Viszont most nem kell a megkülönböztető. Szerintem kapcsolhatjuk. Hát, srácok, le a kalappa. Hú, baszki. Ez jól sikerült, ez megvan. Hű, azért a végén egy kicsit izgultam már, amikor visszaértünk a városba, hogy mondom, melyik utca sarkon lesz az, hogy elénk jönnek autókkal. Arra gondoltam én is. Én arra tippeltem, hogy a városon belül fognak lecsapni, hogyha le akarnak csapni, de sikeres volt az a lényeg. Pont azt beszéltük itt a Skodában, hogy ez csúnya lenne, hogyha kórháznál vártak volna. Az biztos. Na mindegy, a lényeg az, hogy sikerült, 10 per 10 volt mindenkinek a munkája, ennyi fővel is meg lehetett oldani, mondjuk az örülök neki, hogy nem lett baj, de ha baj lett volna, akkor is szerintem teljesen jól levédtük a bankokat, úgyhogy ja, emiatt lesz prémium osztás, amint Alfonsz kolléga itt lesz. Úgyhogy ez természetes szerintem.
Majd, igen? Hallgatom. Semmi, semmi. Ja, azt milli, tudom, milli, milli jó. Azaz, alakul, alakul. Jó van, hát nem tudom, kollégák, nekem ez így most hirtelen elég volt. Kicsit később, szerintem olyan 8 fele visszanézek, 9. Hogy lesztek szolgálatba? Én most, mi most megyünk a Rizóba. Hát elmegyünk, bekapunk valamit, aztán itt saját életbe is bekapok valamit. Jó, jó, oké. Kéne vacsorázni. Nehogy valami más legyen. Hát aztán szoktad kapdosni, bátyja. Na, jó, hol van. Roland, te is? Igen, hasonlóképpen meg kellett kizik. Jó, akkor tudjátok a menetét, hogyha a szolgálatot leadjátok, akkor jó pihenést, aztán szép volt, szép volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez szép munka volt. Bosco Brian leadja már a szolgálatot. Jó pihenést. Jó pihenést. Kerekes Roland szintén leadja a szolgálatot. Egy időre legalábbis. Jaj, ja, hát most én is, mert ez így jó volt. Jaj, ja, ami innen van, azt ide-vissza is pakoljuk. Te meg tudod nézni a tárolót? Nem. Az fasza. Ugye, ugye? Kollégák, a tároló egyelőre nem úgy akar működni, ahogy annak működnie kéne. Most nem tudom mi van, de kétszer leadtam a szolgálatot. Ó, értem. Hát itt már más bajok vannak. Köszönjük szépen. Hát srácok, amúgy is ennyi lett volna ez a mai rész. Köszönöm szépen a figyelmet nektek, és hamarosan találkozunk. Addig is csöcső.